Játszóház Mikulás napján zombán kifejezetten kisgyerekeknek, bölcsiseknek vagy éppen csak obisoknak. Azoknak, akik játszadozás közben tényleg a csodát várják a piros ruhás nagyszakálú érkezésével. Akik még csak ezután tanulnak versikéket, énekeket köszöntésükre. Akiknek még az őket elkísérő néhány nagyobbacska gyerek segít a legismertebb Mikulás köszöntők megtanulásában, önálló elmondásában. Zsák, zsák, teli zsák, piros a ma aranyek, kétszarvas húzza, szájrepítette, gömbölyi zsákját, százszere vitte. Zsák, zsák, teli zsák, piros a ma aranyek. A meghirdetett időpontban 5-kor nyílt az ajtó, a piros ruhás, ahogy az szokás, tréfálkozva érkezett. Majd elfáradtam! Jaj, de milyen szép gyerekek, és mennyien vagytok! Fölismertek? Igen? Azt a betyárját! Én vagyok a húsvéti nyuszi! Vagy nem? Óha! Jaj, hát nagyon messziről jöttem ám! Igyenesen Afrikából! 17 éve tartok baba játszóklubot itt Zombán, és 4 éve találták ki az odajáró anyukák, hogy tartsunk Mikulás ünnepséget olyan gyerekeknek is, akik még bölcsödébe és óvodába nem járnak. Ezért nagyon jó ötletnek tartottam, úgyhogy megszerveztük, és nagyon nagy sikere lett, ezért most minden évben megtartjuk, úgyhogy most is arra készülünk. A következő Bence lesz, méghozzá Mocsári. Mocsári Bence? Húha! A főszervező gondosan ügyelt ezúttal is arra, hogy ott a helyszínen elfogyasztható élelmiszerek a Mikulás csomagok tartalmától eltérően az általa indított egészségvédő programhoz igazodjanak a korszerű táplálkozásra való rászoktatás jegyében. Mert ezen dolgozunk óvodás és bölcsödéskorban, hogy szokják az egészséges táplálkozást, sok gyümölcsöt egyenek, illetve mindenféle egészséges dolgot. Mint megtudtuk, a csokik, szaloncukrok és egyéb nyalánkságok mellett tudatosan a Mikulás csomagokba is kerültek az itt látható gyümölcsök némelyikéből.